Köszöntöm a Hírháttér nézőit, ezúttal rendhagyó időpontban volt a város testületi ülés, ennek kapcsán beszélgetünk dr. Árav István polgármester úrral. Köszönjük a meghívást, lehetőséget, itt lehetünk a díszteremben. Azt mondta el nekem polgármester úr, hogy a testületi ülés előtt volt egy fontos gazdasági bizottsági ülés is, és az útfelújításokról volt szó a 2018-as esztendőre vetítve. Mit lehet tudni erről a bizottsági ülésről? Igen, gondoltam, legyünk teljesen frissek, úgyhogy ha megengedik, megosztanám a bizottság döntését itt most a nagy nyilvánossággal. Azt a 300 millió forintos keretösszegünket próbáltuk feltölteni az útfelújítási programmal, illetőleg tartalommal. Úgyhogy gyorsan végfutnék rajta, mert hát ha közérdeklődésre is számot tarthat. Ha visszaigazolja majd a beszerzési eljárás, akkor terveink szerint sor kerülne a Malomszernek a felújítására, itt a Károly utca és a Cserháti utca közötti szakaszára, tehát a Malomig terjedő szakaszra gondolok, a Radnóti utcára, a játszótér felől és a garázs sor előtti résszel a kikötéssel, a Tó utcára, ott pedig a Malom utca és a Vágóhíd utca közötti szakaszra, a Lucsony utcára, a Flash Károly utca két részére, egyrészt a Pártok háza melletti részre, másrészt a Kékháztól a garázs sorig terjedő részre, a Kölcsei Ferenc utcára, a Gorki utcának a Malomági Lajta hídtól a Terv utca között eső szakaszára, ott a csomóponttal együtt, a Liszt Ferenc utca két szakaszára, egyrészt a Kossuth Lajos utca a Bauer közötti szakaszra, másrészt a Bauer Rudolf utca és a Fertősor közötti szakaszra, a Károly utcának a Móra utca és a Gulyás Lajos utca közötti szakaszára, a Móra Ferenc lakótelepen a posta mellett és az áruház körüli posta mögötti útszakasz felújítására, a Széchenyi lakótelepen a Mosonyi Mihályúti csomóponttól a Vackóróvodáig terjedő szakaszra, ott a parkolókkal együtt, és ezzel egyidejűleg a két Mosonyi Mihály utcával párhuzamos bekötő útra, emellett az Icsi Mihály utcára és a Tulipán utcára terjed ki az idei útfelújítási program. Mi alapján választották ki a közterületeket, utakat, amiket felújíthat idén a város? Hát több szempont is van, elsősorban az, hogy valamennyi városrész legyen érintett, legyen nagyjából olyan kapcsolata az tervezett útfelújításnak, ami már megkezdett vagy befejezett útfelújításhoz kapcsolódik. Nyilván legyen indokolt a felújítás szükségessége. Másrészt ugye figyelnünk kell a víziközművekkel kapcsolatos többletkiadásokra, úgyhogy ezeknél az utcáknál az összkiadás mintegy 30-valahány millió forint plusz víziközmű beruházást igényel, és ezt kimondottan csak ivóvíz rekonstrukciókra terjed ki. A csatorna ügyeket, azokat utóbbéleléssel is lehet kezelni. Tehát még ehhez a keretösszeghez nyilván járul egy víziközmű rekonstrukciós költség, tehát ahol horror magas a víziközmű felújítás költség, az nyilván egy picit hátrább sorolandó, mert az Aqua Kft-nek van egy gördülő terve, ami alapján ő is beköltségel. Úgyhogy mindig van egy kívánságlista a képviselők oldaláról is, lakóktól is kapunk sokszor aláírásgyűjtéssel egybekötött igénylistát. Ezeket próbáljuk összefésülni, úgyhogy egy-egy éves program összeálljon. Ugye ezt terjesztettük most a bizottság elé. Van még egy járdafelújítási program is készülőben, ez egy nyilván egy kisebb léptékű história, de ha megemlítem, hogy tavalyról még elmaradt a főutcai járdaszakasznak a felújítása innen egészen az OTP épületéig, akkor ugye az is egy kimondottan hosszú szakasz, illetőleg beígértük a gyári út valamelyik oldalának, szerintem most első körben az óvoda felőeső oldalának a járda rekonstrukcióját. Emellett még néhány kisebb járdaszakasz nyilván bele fog férni ebbe a 40 millió forintos programba, de tételében ez a két legnagyobb járda program is. Létezik a felújításnak valami ütemterve már? Tehát hogy olyan lesz egy elosztó? Ezek az eljárások úgy indulnak, hogy általában, mivel a Városüzemeltető Kft. In-house beszerzés keretében kapja meg ezt a csomagot a várostól,
Nekünk az a feladatunk, hogy ellenőrző árajánlatokkal lecsekkoljuk azt, hogy a városüzemeltetőnek milyen áron kerüljenek át ezek a munkák, és utána a városüzemeltető fogja ezeket részleteiben beszerezni. Tehát ez azt jelenti, ha most a helyi beszerzési munkacsoport ez alapján, a döntés alapján mondjuk egy hónapon belül képes átadni ezt a csomagot a városüzemeltetőnek, akkor az ottani beszerzési eljárás függvényében ez már kora nyáron elindulhat ez a program végrehajtása. Még egyszer említve, úgyhogy a tavalyi adósságainkat is törleszteni kell, a Honvéd utcába bele kell állnunk, a Ciszavirág Elze utca környékén a rossz időjárás miatt tavaly évvégén már leálltunk a munkálatokkal, tehát az is hátra van. Azok külön keretösszeggel, külön költségvetési soron már szerepelnek a terveinkbe. Beszéljünk akkor az önkormányzati képviselőtestületi ülés legfontosabb pontjairól. A harmadik napirendi ponton szerepelt Moson-Magyaróvár alap- és középfokú oktatásáról egy tájékoztató. Erre miért volt szükség és mi történt itt a napirendi pont alatt? Hát azt mindenki tudja tán, hogy fenntartóváltások sora történt az oktatási intézményeknél. Nagyon színes a paletta, egyedül az önkormányzat hiányzik a fenntartói körből. Tehát van egyházi fenntartású, nemzetiségi fenntartású, tankerületi fenntartású, vagy a szakképzés vonatkozásában a szakképzési centrumok által fenntartott intézményeink. Önnekik éves beszámolási kötelezettségük van a testület felé, úgyhogy ennek próbáltak most eleget tenni. Ennek kapcsán fejthette ki a képviselőtestület az álláspontját arról, hogy hogyan ítéli meg ezt a fenntartó váltást. Összességében azt kell mondjam, hogy én nekem az jött le, hogy amióta főleg a tankerület vonatkozásában ugye megtörtént az átszervezés, önállóak lettek a tankerületek, ezen belül önálló költségvetéssel rendelkeznek az egyes intézmények is. Lassan úgy ítélik meg a képviselők, hogy konszolidálódott a helyzet. Azoknál az intézményeknél, amelyek szakképzés keretébe tartoznak, és főleg itt a Hunyadi iskolát említem, ők már ugye korábban átléptek ebbe a fenntartói rendszerbe, ott pedig egyértelműen pozitív a változás, azt mondta el az igazgató úr korábbi beszélgetésekkor, hogy mindenképpen érzik a jótékony hatását annak a gondoskodásnak, amit a szakképzési centrum feléjük mutat. Eszközök beszerzése kapcsán, épületek felújítása kapcsán, meg egyébként az oktatási programjuk fejlesztése kapcsán. Ugyanez látszik most megindulni a tankerületnél. A Móra iskolánál azt tudom mondani, hogy a nemzetiségi fenntartás egyértelműen többletfinanszírozást hozott a rendszerbe. Tehát még egyszer mondom, összességében azt kell tudnunk megállapítani, hogy akár szakmai szemmel, akár az üzemeltetés és fenntartói oldalról is most egy konszolidálódott helyzetről számolhatunk be. Ezt követően Moson-Magyaróvári önkormányzat rendészeti beszámolóját is meghallgatta a képviselőtestület. Erről mit tudhat a... Igen, általában ez a napi rend is egy olyan típusú felfokozott érdeklődést szokott kiváltani, mint az oktatási intézmények sorsa, de hogy haladunk előre, itt is beérnek azok az intézkedések, amiket a korábbi években foganatosítottunk. Ugye önmagában a rendészetnek a felállítása, tehát a közterület korábbi hivatali rendszerbe integrált közterület felügyelet helyett a rendészeti önálló költségvetési szerv létrehozása úgy látszik, hogy meghozza a hatását. Egyértelműen látszik az, hogy a közterületi jelenléttel tisztában vannak a városi polgárok, ezen keresztül a képviselők is. Persze nehezményezik például hulladék gyűjtőszigetek környékén kialakuló sokszor áldatlan állapotot, de amikor a rendészetvezető ugye arról tud beszámolni, hogy nagyon sok munkaórát töltenek azzal a kollégái, hogy kamerán és élő erővel is figyelik ezeket a helyszíneket, megteszik a feljelentéseket, a feljelentések büntetésé érnek, akkor gyakorlatilag az derül ki, hogy azért itt is egy picit változik és javul a helyzet. Egyébként arról tudtunk beszámolni a mai testületülésen, hogy december óta a rendészet figyeli a közterületi kamerákat, már a rendészeti telephelyen, bármint a saját épületükben. Ez azt jelenti, hogy valamennyi kameraképet látják, hanem is egyidejűleg és 24 órán keresztül, de egyértelműen minden nap ráfigyelnek, hogy működnek-e a kamerák.
Ugye sok esetben korábban az a megdöbbentő helyzet állt elő, hogy egy esemény kapcsán derül ki, hogy nem működik a közterületi kamera és nem rögzített képet. Most egy kolléga minden nap átnézi a városban telepített valamennyi kamerát, működő képességére meggyőződik, és napközben a kollégák munkaidőben reggel 6-tól este 10-ig figyelik is az eseményeket. A terv itt is az, hogy ezt is tovább kellene fejleszteni, plusz kamerák felállításával és egy olyan központi diszpécser szolgálatnak a felállításával, ami most dolgozunk a Volt Kaiser épületbe, ahova szeretnénk a mosoni rendészet, tehát a mosoni rendőrőrsőt, a rendészetet és a polgárőrséget egy helyre telepítve egy rendészeti központot létrehozni, ahol egy központi vezérlőben egy diszpécser szolgált napi 24 órában kameraképeket tud figyelni majd. Az önkormányzati rendészetnek van intézkedési joga? Hogyne, nagyon széleskörű intézkedési joga van. Nyilván azokat a kényszerítő eszközök, azokból a kényszerítő eszközökből, amit egy rendőr visel, abból csak egy részét, tehát gáspét, bilincset viselhet, de személyeket visszatarthat, adott esetben járműveket átkutathat, tehát éppenséggel megvannak azok a jogosítványai, amik nyilván ezekhez a rendészeti feladatokhoz illenek. Emellett közös járőrszolgálatokat bonyolítanak a rendőrséggel, ami nekik is egy könnyebbség, mert a járőrpárok helyett egy rendőr, egy rendész felállásban járőröznek, ez főleg a közterületi szabálysértéseknél és a gépjárművel elkövetett szabálysértéseknél jellemző. Másik oldalról pedig, ami rendészeink megtanulják azt az intézkedési kultúrát, amivel nekik is adott esetben fel kell lépni. Úgyhogy nagyon jó együttműködés van, ugyanígy a polgárőrök felé is. Van még egy napi rendi pont, amihez puskáznom kell, így szólt. Társasházak energia megtakarítását eredményező 2018 évi korszerűsítésének felújításának támogatása című pályázati konstrukció. Tehát ez egy pályázatról van szó. Köznéven a panel pályázatról. Ugye már nagyon régóta futtatjuk ezt a panel pályázatot. Most már lassan, ahogy érzékelem, a vége felé járunk, tehát a panel épületeink legalábbis energetikai szempontból, tehát a hőszigetelés, gépészet vonatkozásában kezdenek teljesen megújulni, úgyhogy idén is folytatjuk a programot változatlan keretösszeggel, 20%-os önkormányzati támogatást ígérve minden olyan programban résztvevőnek, aki a pályázaton nyer. Úgyhogy összességében, mivel 5 év alatt pörögnek vissza ezek a támogatások a rendszerben, több 100 millió forintunk fekszik egyidejűleg egy ilyen programban, annak ellenére, hogy egy adott évre csak 15 millió forinttal emelkedik ez a keretösszeg. Úgyhogy egy nagyon komoly programnak a vége felé járunk, azt a városban élők azt nagyon pontosan érzékelik, hogy szerintem jóval előbbre tartunk, mint sok más nagyváros is, ahol ez a panel program még éppen a hogy mondjam, dühöng, tehát a sok becsomagolatlan panel és a rekonstrukción át nem esett panel még szembetűnő. Nálunk ez a program vége felé jár. Amiért kiemeltük az, hogy ugye egy éve elején elkezdődnek kiíródni az önkormányzati pályázatok, közte az alapokra vonatkozó pályázatok már kint vannak a honlapon. Most a panelpályázat, ezt követően a védett épületekre vonatkozó pályázat is megjön, és majd a lakóutcák vonatkozásában befejeződik a lakóutca építési, ugyanett útalapos pályázat kiírásával, tehát elindul a szokásos évelei verkli. Köszönjük szépen polgármesternek a beszámolót, önöknek azt, hogy a Hírháttér műsorát választották. Kollégáim nevében búcsúzom, viszontlátásra!